Sziasztok! Az állítható asztallábról lesz szó, ami számomra marha meglepő és nagyon újdonság. Az az igazság, hogyha kis térben vagyunk, és mondjuk van egy dohányzó asztalunk, de szeretnénk azért néha ebédelni és megfelelő asztalnál ülni, akkor én gondolkodtam, hogy milyen megoldások lehetnek. Gondoltam, hogy összecsukható asztalt veszek. Minden megfordult a fejembe, na hát aztán elmentem az IKEA-ba, nem vagyok egy IKEA fan, de ez zseniális dolog, és állítható asztallábakat találtam, úgyhogy 60 centitől egészen 90 centig meg lehet emelni az asztallábakat, így lehet belőle dohányzó asztal, étkező asztal, és egyébként bárasztalt is lehet belőle csinálni, úgyhogy tényleg zseniális. Mindenféle színben kapható, én a hófehéret választottam, mert most ebbe vagyok beleszeretve, és mutatom nektek, hogy mennyire egyszerű ennek a lábnak az állítása. Vannak rajta minden kis rovátkák, és ezeket a rovátkákat egyszerűen kicsavarom, és odaállítom, ahova én szeretném. Most éppen legyen akkor 75 centire. Fogom mind a négy oldalon erősen becsavarom, és utána már csak annyi dolgom van, hogy megemelem az asztalt. Egyébként nem nehéz. És nézzétek! Itt a tökéletes étkező asztal, amihez ugye vettem külön székeket is, be lehet alá tolni. Úgyhogy marha boldog vagyok, hogy 2 az 1-ben vagy 3 az 1-ben is ezt megtaláltam. És egyébként nagyon szép is, mert letisztult, egyszerű. Az asztallapot azt külön választottam, mindegyikötök eldönti, hogy milyen kombinációba fogja ezt ugye megcsinálni, mi az ő ízlése. És az, hogy még mi lesz a régi dohányzó asztalommal, azt egyelőre nem tudom. Úgyhogy nézzétek meg, nagyon okos ötlet. Sziasztok!